Nekete György, 1932. szeptember 28-án született Zalaegerszegen. Egyik könyvében költői tömörséggel a következőképpen fogalmazta meg az otthont, a szülői környezetet. Világra sírás a református parókia gyerekszobájában, megelőzve Tamást, követve Károlyt. Anyuka szőnyeget sző, apám verset ír, udvaron épül a templom. Oldalt az öreg temető, szemben a Jánka hegy. Ölükben a barokk kalvária csipkekerítése. Ez egy gyönyörű tér volt, ahol a paplakult, ez egy ökumenikus tér volt. Volt egy református paplak egy épülő templommal, aztán volt egy evangélikus esperesi iroda és hivatal, szembe volt az ország egyik legszebb barokk katolikus kápolnája, gyönyörű emlékeim vannak tőle személyesek, és tőle körülbelül 200 méterre volt a zsinagóga, a papok kiváló barátjai voltak egymásnak, közöttük például akkor még Pemi nevezett Vincenti Bíboros úr is, aki járt nálunk a paplakba, és ültünk a térdén annak idején. Amikor már javába a világháborúnak a szörnyűségei, úgy fotókon, képeken, újságban elérkeztek, és a délvidékre menő csapatok egy héten keresztül átvonultak a városon, akkor már szigorú idők voltak, de ugyanakkor következett el a visszacsatolásoknak az ideje. És apám nagy merészségre vállalkozott. A városban volt 15.000 katolikus, 400 zsidó, 500 evangélikus és 60 református. És apám elhatározta, hogy templomot fog építeni. És elindult Pozsonytól Pozsonyig, körbe a visszacsatolt öt országba, és egy éven keresztül minden egyes templomban megkapta a persejpénzt. Egy csodálatos templomot tervezett meg, Szekhalmi Bálint, és mi gyerekek, én különösen, akikben az építészetnek a vinája korábban megcsillant már, néztem egy templom építést az alapárok ásástól, a falazásokon, a nyilázárok betételén, a tetőfedésen, egy székely faragott toronynak a megcsinálásán. Valószínű, hogy az első érintés itt volt nekem az építészet, belső építészet irányába, hiszen azóta szerencsém, hogy az interjőr és az exteriőr egyszerre született ott meg ebben a területben. Amikor elkészült a templom, és megtörtént az átadás, akkor apám lemondott a papságáról, amiből óriási botrány lett. 500 kilométerre az szektől, egy kicsi szabolcsi faluba, Törzsénspáci nevű faluba elment. Azt mondta, hogy akkor tud élni a következő évekbe, évtizedekbe, hogyha nem kell azt érezni, hogy őt azért megvetik, hogy saját magának csinált infrastruktúrát egy fantasztikus erkölcsi alapállás volt, és ő ebben a faluban volt pap, ott is halt meg 1957-ben. Kemény szülői szigorral kerültem be a Népszínház utcába, akkor már műszaki középiskolának nevezett egyébként egy műszaki technikumba, ahol hadd mondjam, hogy örülök neki, hogy nem általános gimnáziumot végeztem. Ugyanis ebben a technikumban szerszám közelbe kerültem. Bekerültem műhelyből, fűrészeltünk, esztergályoztunk, véstünk, martunk, hegesztettünk, forrasztottunk. Megállapodtunk a apámmal, anyámmal, hogy én a műszaki egyetemre megyek gépészférnöki karra. Ez volt az egyenes logikus folytatása a technikumnak, de nem oda mentem el felvételére, hanem elmentem a, a Kinizsi utcába, az Iperszeti Főiskola, akkor ott volt. Azt mondta én énemű tanár úr, hogy maga nem tud rajzolni, magát felvesszük, mert a főiskola 70 éves története folytán még nem fordult elő, hogy egy műszaki középiskolából jött volna valaki az Iperszeti Főiskolára, majd kirújjuk fél év múlva, hogyha nem tud hozzárkozni a többiekhez. Hát ebből egy örös diploma lett. 52-től 57-ig jártam ott. Ez a főiskola azért volt fantasztikus, mert óriási személyiségek tanítottak. a Goblány és Ferenci Noémitól, akit a világ goblin művészetének egy legnagyobb alakja, vagy a magyar szobrászat legnagyobb alakja, akkor Borsos Miklós. Borsos Miklós tanított engem, mint versépítést mintázni. Még jól emlékszem, hogy a nála való mintázási munkám az volt, hogy százszoros nagyításba kellett megmintázni gipszből egy katicabogarat az első kosodias belső Kéz Gyula, aki az egyetlen magyar butostírus történet könyvet írta, akinek az órájáról nagyon sokan megszöktünk, és nagyon hézagosult a butor ismeretünk emiatt, de varázslatos ember volt. Valamit, valamit talán a jövőre nézve bennem meglátott, mert Kigyosi Ágnes kollégámmal együtt minket bizott meg ennek a könyvnek az illusztrálására, és négy teljes éven keresztül 5000 ábrát rajzoltunk meg fotóról, amit nem tanultuk meg az elszökött órákról Kész azt ezekben letudtuk, ez majdnem ugye egy vezeklés volt a dologban. A könyv nyolc nyelven jelent meg azóta, 50 valahány év óta, ez az egyetlen olyan butortörténeti könyv, ami így kelet-európa irányába a butornak a világtörténetét történetét nekem a forradalomban volt részvételem, egy tragédiával kezdődött, egy gyerek, diák voltam a múzeum körúton, egy a lakásban együtt, öt fiú, öt lány, szülők nem otthon. És négy óra körül az első kóborgójó a Brudi Sándor utcából az ablakon bejött, és azt a kislányt, akinek udvaroltam, és 15 éves volt, fejbe találta, és az agy a vére végig folyotta. Ruháma. Én azóta nem hordok nyakkendőt. Akkor ez egy véres nyakkendő volt, azóta, tehát 60 éve nem hordok nyakkendőt, és akkor véres kötöttünk mi diákok, hogy mi ezt meg fogjuk bosszulni. Belekeveredtem a rádiónak az ostromába, részt vettem benne, áll, Istennek megúsztam élve, és amikor éjfél körül már ellenerők is jelentek ott meg, akkor bemenekültünk az olasz kultúrának az épületébe, most is az olasz kultúra épülete volt akkor is. Bucsaleveleket írtunk, és a búcsúleveleket a könyvtárnak a könyvéréseibe betettük, és aztán éjszaka menekültem én is haza, előtérről előtérre, pincéből pincére, még hűvösről, hogy be, végre kiírtem. És ezeket a bucsaleveleket 35 évvel később találták meg az olasz kultúrában, amikor a könyvtárat rendezték, és fel, felkereste az akkori nagykövet, felkereste azt a hét embert, aki élt még a bucsalevet írók közül, és engem is így találtak meg. Október 28-án a rádióba Király Béla és Maléter Pál meghirdette a nemzetőrség felállítását. És akkor egy 40 tagú alakulat alakult az iparösszeti főiskolán, élettem a parancsnoka ennek a testületnek, elmentünk a Kilián laktanyába, és Király Béla és Maléter Pál a saját aláírásával adott nekem is egy nemzetőr igazolványt, kaptam egy géppisztolyt, és egy fegyveres csoport alakult karszalag a rendfenntartó fegyveres csoport. Nem felkelők, és ebben az értelemben nem is forradalmárok természetesen. Amikor november 4-én megjelentek az orosz csapatok, akkor a nemzetőr testületek egyhangulag le letették a fegyvert. Nem a forradalmárok, egy Puskás Mere nevű szintén nemzető barátommal elindultunk Szeged felé, hogy az ő szüleinél meghúzzuk egy kicsit magunkat, hogy a retorzió ne érjen bennünket, és kiskuhalason levettek egy vonatról bennünket, és egy a kukorica között egy ávos laktanyába zártak be, több hónapig ott voltunk, gondolják végig, hogy valaki öt héten keresztül ül egy széken. Azon alszik, azon emészt, azon eszik. Döbbenetes időszak volt. Hazajöttem, és akkor édesanyám már Pesten élt, és a Lipot mezői őrültek háza orvosainak és petegápolóinak a óvodájába volt utolsó évében óvodnő. És akkor elment az igazgatóz, és azt kérte, hogy csukjanak engem be egy zárt osztályra. Biztonságba helyeztek, és akkor becsuktak egy zárt osztályba, és egy ilyen 40 tagú hálóteremben voltam hónapokon keresztül. Szerencsém volt, hogy az a Gádoros, aki, Gádoros Lajos, aki ideológiai szempontból nem volt ellenséges az 56 utáni idők, időkkel, de egy tisztességes jó építész volt. Ő volt a korreferensem az Ipenszeti Főiskolán, teljesen véletlenül nem találkoztam előtte soha, és az ő műtermébe kerültem, és egy bizonyos fokú védettséget az ott, védettséget jelentett, tehát kőkemény munkákkal, 7 évig Dolgoztam az általási épület tervező vállalatnál, beosztott rajzolótól irányító tervezőig, tehát műterem vezetőig. Gyakorlatilag két év alatt a pályát úgy, úgy végigzongoráztam. Fogságból kikerültem, ismerkedtem meg első feleségemmel, aki visszaki szerkesztő volt a Csepeli autógyárba, varázslatos asszony volt, azért is érdekes volt a vele való történet, mert két évig másnak volt a és Csepele lakott, és a Csepeli lakás előtt volt egy hatalmas nagy kő, és ezzel alatt a kő alatt leveleztünk. Én fölültem a hévere, utaztam két órát, reggel betettem a levelet Ibolynak, Utána vártam két napot, megint utaztam két órát, <laughs> kivettem a válaszlevelet, és ebből lett egy házasság, hogy mondta az eljegyzését, és elségem lett. Sajnos a család élete nem váratlanul egészen, de egy nagyon szomorú pillanatban megszakadt. Csernobil következményeként itt ebben a kerületben, a 12. kerületben, a hegyalja út Lékaitér, ezen a területen 70 ö, akut leukémiás halott volt. A leukémiai klinikába ö, feküdtő bent, és én oda, sőt, egy szobát kaptunk, úgyhogy mellette lévő ágyba feküdtem, és onnan jártam a hivatalomba. Mellettem halt meg a születésnapom este és órájában, szeptember 28-án éjfélkor. Halt meg. Egy szomorú életszakaszom záródott le, aminek a sokjának az átmentésében igen nagy szerepe volt annak, hogy ott a tervezirodát. És az első damaszkuszi kiállítási tervezés és rendezés után négy kontinensen, Dél-Amerika kivételével, négy kontinensen 56 magyar pavilon terveztem. Ezek közül a legnagyobb a pavilonok tervezéséből a kiáltásból állni, az 1970-es vadászati világkiállítás volt Budapesten, ami egy óriási szenzáció volt. Két pályázatot írtak ki, egyet a Nemzetek Csarnokára és egyet a Magyar Pavilonra, és mivel két különfajta stílusban rajzolta meg a két pályázati tervet, mind a kettőt megnyertem. Úgyhogy megkaptam a világjártás aranyérmét, és minden olyan elismerést, ami ezért kapható volt. Én voltam az első belső ütész Magyarországon, aki saját műtermet alapított, hogy a különböző fajta segéderőket mindig annak a mennyisége ritmusa szerint vettem fel, amilyen a munkavolumene volt. Létesítettem egy asztalos asztalos műhelyt, embereket foglalkoztattam, és miközben a nagy lépékű terveket, amik között benne volt a Nemzeti Múzeum teljes régészeti kiállítása, benne volt a Néprajzi Múzeum teljes, ma is álló kiállítása, benne volt a, a, a keresztény kincstár Esztergomba. Én a két-három órát egész életemben töltöttem műhelyben. Szóval az én kezeimhez, szememhez, fülemhez, az hozzá tartozik, hogy egy kalapács kopog, hogy egy fűrészgép működik, hogy egy gyaló sivít, hogy egy, egy spriccelő, festő szórópisztoly szól. Ennélkül nem tudtam élni. Valószínűleg a fizikai munkának és a szellemi munkának ez az állandó egymás kiegészítése és vibrálása egészen addig, hogyha ennek a háznak a kéménye laomlott, akkor én és megvalasztam. Ma is mindent én csinálok. Ez, ez élethosszabbító. Az a ház, ahol most ülünk, az 1974-be épült. Én kömüveskedtem, én voltam az ács, én voltam a tetőfedő. Ezek a támfalak, meg a lépcső, amik már mind öregek, meg egy kicsit omladozók, mert 30-40 évesek, ezek nekünk köszöngetnek én itt akárhol lakom, és nem, itt, nem csak itt lakom, akárhol lakom, az jövök, és akkor szólnak a kövek, meg fölgyullad egy villany, aminek a drótját én húztam be egy csőbe, ezért 40 évvel, nekem a jó érzés. Kevés olyan érzést tudok pozitívként felsorolni a szereteten kívül, mint az otthon érzetet. Valahol nekem a teremtő kiszakított 454 szöglet. Ebből a 93 ezer négyzetméterből is én itt otthon vagyok. Mindent én ültettem, mint az udvarom. Én ezt úgy hívom ezt a kertet, hogy Toszkánai kert. Én körülbelül 60 országba jártam, országba, amiben a 26-27 európai ország mindegyik benne van. Tehát benne ott Atén olyan szerencsém volt, hogy évente 4-5 kiállítást tudtam csinálni, tehát annyit jel, ez úgy, ez tartott úgy 65-től 85-ig, tehát 20-22 év volt ez, amikor rengeteget utaztam, ami, ami félelmetes tapasztalati félelmetes tapasztalati anyag volt. Volt 5-6 olyan versépítész, aki ezt a száz kiállítást produkálta egy évben. Némelyik fixálásba a némelyik meg szabadfoglalkozásúként, mint én az az előnye, hogy a 3-400 fős tervezőrodák borzasztó bonyolult, hierarchikus, feudális tervtanácsaitól, mint az ember megmenekült, és megmenekült azoktól a kellemetlen kollégáktól is, akik vagy ellopják az embernek az ötletét, vagy fütyülnek az ember ötletére. A Nagy József ötvös és Rammer Imre kerámikus művészel 1964-ben az első jelentős kollektív ipanyszati kiáltást vérendeztük. Sammer a kerámiáit, én a belső építészeti terveimet, butoraimat és használati tárgyaimat, Nagy József pedig az ötvös munkáit. Utána egy kicsit én beleáltottam magamat a szakirodalomba. Volt két iparművész lap akkor, és nagyon sok cikket, rengeteg kiáltásem mennyitót írtam, szerkesztettem, napi lapoknak is rovatot, mert a Magyar Nemzetnél egy ideig, egy pár évig még egy kis rovatom is volt, ami ebben foglalkozott. Körülbelül erre az időre esett a háznak a a megépítés, és azt mondtam, hogy én tudok maltert keverni, akkor leszek a kömöves, és nem nagyon vittem az autómat szervizbe, mert amit lehetett magam javította meg, nem azért 3000 forint hanem azért, hogy érezzem, hogy az az enyém. Most ez az igazi visszatérülése ennek a gondolatmenetnek, majd egyetemi tanáságom idejéből jött vissza, mert úgy érzem, hogy az a 140-150 diplomázó építész, aki én diplomáztattam és az én tanszékemen tanult, annak a jelentős részébe ezt a gondolkodást sikerült elhinteni. Ennek a sokféle dolgot való vállalásban benne kell lenni egy nagyon kemény önkritikának. Tehát amilyen mértékben kötelező vállalni azt, amit, amire az ember teremtődött, olyan mértékben gazemberség, ha olyat csinál, amire nem teremtődött. elkezdtem belebeszélni olyan ügyekbe, amilyen ügyeket művészettörténészeknek, történészeknek, muzeológusoknak, kritikusoknak, újságíróknak kellett volna elvégezni. Aztán, amikor én 1980-tól 85-ig a képzési ipercseti szakközépiskolai igazgatója lettem. Az a rengeteg szalmakazal szerűen szanaszét összeszedett tapasztalat és tudás, az bekényszerült konkrét határidőkbe, terminusokba, évekbe, osztály tudnivalókba, és ennek nagyon nagy hasznát vettem. örömmel is vettem ezt az öt évet, bár katasztrofális bukás volt a vége mert én elterveztem akkor egy olyan ö, művészeti szakközépiskolát, ahol a ö, négy év alatt érettségihez jutnak a gyerekek és közismereti tantárgyakból érettségésznek, az ötödik évnek pedig egy, a fél évének egy gyakorlati évvel, a második fél évének pedig egy mestermunka, egy, egy csúcsprodukcióval kellett volna végződnie, Belakadtam Somogyi Józsefbe a képzőszeti főiskola akkori rektorába, aki szívbéli jó barátom volt, de e tekintetben óriási nézetkülönbség különbség volt köztünk. Elbocsátott, én elmentem egy munkahogyi döntőbizottsághoz, a munkahogyi döntőbizottság visszahelyezett szeptemberbe. igazgatónak a szakközépiskolába, akkor felkerestem a rektorat, és azt mondtam, hogy most te nem akartál velem fél év óta dolgozni, most én nem akarok ezentúl veled dolgozni. De az én természetemnek egyik jelen vonás, hogy nem tud olyan dolog történni az életemben, még a tragédiák se, aminek én a pozitív vonatkozását vegyem. Elő, először szakosztálytitkár voltam, később alelnök a szövetségnek. Hála Istennek egy olyan személyiség volt akkor az elnöke Vig Tamás, híres szobrász, aki akadémikus társam is volt, aki az elnök volt, aki ezt a hallatlanul magas kulturális szinten csinálta ezt a dolgot. Az akkori minisztériummal akik hát ugye egy párt évén már mondanom sem kell, hogy hova tartoztak, de sok nagyon értelmes, okos beszélgetést folytattunk. A szövetségnek meg volt az az óriási jelentősége szerepe, hogy ha néha egy-egy állami kompetenciát valamilyen tekintetben leadtak, akkor a képzős ipari szövetség volt a partner ebbe a dologba, és hát ott mi ügyködtünk, és talán egy kicsit néha azt is hisszük, azt is hittük, hogy nagyon fontosak vagyunk, ami nagyon kevés dologban látszott meg. A 80-as évekre tartozik, hogy az iparművészek annál fogva, hogy kézművesek, és hogy dolgoznak, és munkaeszközeik vannak, anyagaik vannak, és akkor még piacok is volt, mert saját volt rendszerük volt. Az együtt dolgozás, a kollektív dolgozás, a legalábbis eszmei szinten, az nagyon jellemző volt, három fontos iparművészeti csoport, alakult, és ebből a mi csoportunk, ez a Prisma 13 volt, ami kb. 15 éven keresztül haza is nemzetközi kiáltásokon együtt jelentkeztünk, Kölnbe, Bécsbe, Budapestel is néhány vidéki városba ezt a dolgot, hogy környezet, építészet, környezetkultúra, lakáskultúra, tárgykultúra, ízlés, ezt lehetett politikamentesen csinálni. Nyolc éven keresztül csináltam hat ilyen televíziós sorozatot, írtam a forgatókönyvét, terveztem a diszletét, és műsorvezetője voltam állandóan személyemben is. Az első sorozat az az otthon művészete, a második az ízlések és pofonok, a másik 12 óra, ezek ilyen 8-10 adásból álló félórás adások voltak. A képi anyagát, grafikai anyagát nekem kellett összeszedni. Az egy teljes illúzió, és teljesen elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja magáról, hogy ő nem politikai lény. Na most ugye én ebből a felismeréből, azt a katasztrofális következményt mondtam le, életem egyik nagy tévedése, hogy nekem azon túl, hogy ezt mondom, azon túl aktívan is kell politizálni. És ez, hát ez abban nyilvánult meg, hogy lakiteleken, modoron, tehát az MDF-nek a, a, politikai kezdeményezéseiben részt vettem, aztán képviselő jelölté is váltam, de az első ciklusban nem kerültem be a parlamentbe, de a minisztereknek a fölkészítésébe, többek között az Ásfalvi fölkészítésébe és a Ventéren az MDF székházba magam is részt vettem, otthon voltam ebbe a világba. És amikor egyszer egy ilyen eligazítás folyt a mentéren, bejött Antal József, benyitott a szobába, oda húzott egy tonetszéket, és hallgatott körülbelül 8-10 percig bennünket, amikor én elmondtam különböző infrastruktúrális és összefüggés tapasztalataimat, és Antal Intett kívott a folyosé, és azt mondta, hogy te miért nem ész el András segíteni? Akkor még nem alakult meg, a, meg volt a választási győzelem, de nem alakult meg a kormány. És mondtam azért, mert nem hívtál. Azt mondta, akkor hívlak. Az államtitkári éveimet az becsülettel MDF színekbe végigcsináltam, a nem képviselőként, mert ugye az egyik köztisztviselőség, a másik a képviselőség, és a MDF-nek alelnöke lettem. Fürla volt az elnöke, én voltam az egyik alelnöke, és egy nagyon-nagyon komoly konfliktus alakult ki. Én azt a megbizotást kaptam, az elnökségtől, hogy egy hattagú társasággal én, az én vezetésemmel dolgozza ki ez a bizottság 1994-es választási vereségnek az okait. Elkészítettük nagyon-nagyon lelkiismeretes, -nagyon, nagyon hosszú munkával, rengeteg önkritikus megjegyzéssel, elemzéssel, és egy olyan terápiát javasoltuk, aminek az első tétele az volt, hogy a Honlók térben lévő politikusok vonuljanak vissza, vonuljanak vissza egy tanácsadó szerepben, és új harcok kellenek ennek a pártnak, mert különben nem lehet megújulni. És azt mondták, hogy nem, nem szavazzák meg. És én a szokásos ismert hirtelenségem azt mondtam, hogy akkor nem tartozom közétek. És akkor jött a a, a, a képviselőválasztás ideje, ugye bekerültem a parlamentbe, a KDMP és kereszténydemokrata képviselőként ki, kifenekeltem a hat hónapot függetlenként, utána beléptem a KDMP-be, és ott ért a második hatalmas politikai kudarc, 1996-ban alelnöke voltam a kereszténydemokrata néppártnak, és kiderült, hogy az elnöke Gici György, az elnökség és az ellenőr tudta nélkülé áll a szocialistákkal tárgyalni. És akkor én bejelentettem, hogy a KDNP-ből is kilépek, nem kívánok aktív politikai tevékenységet folytatni. Ezután ez nem nekem való. Így aztán abba hagytam a, a, a politikai pályafutásomat szerencsére, boldogan, mert az államtitkári négy évet az fontosnak tartom, a politikusi éveket azonban baromil üres járatnak. Förösleges üres járatnak. Az akkori kormány megszűnésével váltam meg a minisztimtól, abban a nyugdíjba mentem. És abban a pillanatban halt meg a feleségem is ebbe az akut miloid leukémiába, úgyhogy ez, 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 ez itt a válás, itt pedig az egyedülmaradás, ez közel egy idejű volt, ami egy elég nagy sok volt. Valami azonban még ezekben a sokkokban is kimenekített, mert a Pirinszkivel való beszélgetés a könyvek is, könyve is ráébresztett. És az elmúlt 20-22 év alatt 16 Könyvem jelent meg, tehát próbáltam olyan értékeseket csinálni, ami a gyakorló művész szemszögéből néz valamit, és nem a szembe lévő ítélkező szeméből néz valamit, tehát anyagból, technikából indul ki és jut el a műig, és nem egy e, szellemi foglalkozása prekoncepciójával közelíti meg a művet. És ezzel pontosan egy időben van, hogy abban a pillanatban, amikor én e, kilépek a KD Demokratal néppártból is, akkor ajánlatot kapok egy Winkler Andás nevű nagyszerű rektor részéről a Soproni Egyetemről, hogy alakítsunk közösen egy alkalmazott művészeti intézetet. És akkor belevetem magamat ebben a dologban, 96-ban egyetemi tanára habilitálok, és megalakítunk egy olyan alkalmazott művészeti intézetet, aminek egy építészeti tanszéke, egy grafikai tanszéke, egy ipari formatervező, tanszéke, volt három tanszékkel, kitűnő tanerőket hívtunk oda e e tan egyetemi tanároknak. 140-150 olyan építész akinek én ott vezető tanára voltam. Én szakrális létesítményekkel foglalkoztam, kiállítás tervezéssel és láttány tervezői szinten. Ott, ott én le, hogy Pilinszki legyek megint, ahol amit tudtam, leadtam és ott kaptam azokat az inspirációkat, amelyek az érzésem szerint legfontosabb könyvek a írására vezettek, az a tárgyak természetrajza, ahol gyakorlatilag az iparművészet, a népművészet, a kézműves műfajok, a design általában a tervezést igénylő tárgyi világ dolgában megpróbáltam egy kis rendet teremteni. feleségem halála után két évvel nősültem újra. Szilvi egy nagy rátalálás volt, egy nagyon depresszív időszak után. Én úgy éreztem, hogy vége a világnak. Van egy fiam, aki külön él már, külön lábakon jár, megszülettek régen már az unokáim, akik szintén cseperedtek fel, hát volt, aki már a gimnáziumon is túl volt akkor, és én azt hittem, hogy befejeződött a dolog. Pozsony városába helyet kellett keresni az akkor még nem létező Magyar Kulturális Intézetnek. A külügyminisztérium megkérdette az igazgatói pályázatot. És óriási meglepetésre egy Sujoszki Szilvá nevű színésznő is megpályázta ezt a dolgot, aki a öt évi színvészeti főiskolás évéből hármat pozsonyba töltött, szlovák nyelven, és kettőt Magyarországon. És gyakorlatilag két hiány két egyedül lét, két hiány találkozott. könyvek kiadásától zászló ajándékozásig bezárólag. És megkérdezhet egy akadémia pályázatot, hogy kinek jut eszébe valami olyan valamelyik művészeti területen, amelyiknek köze van ehhez az ezer éves történelemhez. Ez itt műfai megjelölés és téma megjelölés nélkül. És akkor én azt mondtam Szilviának, hogy a csillagom, én egész életemben nem gyűjtöttem, de mindig félretettem a Szent Korona valamilyen műfajba való ábrázolásait. És azt mondta Szilvi, hogy ő is és akkor elkezdtünk egy óriási heveny gyűjtő munkát a Szent Koronának a 800 év alatt történt művészeti ábrázolásairól, 81 műfajban. Tehát ahol a korona valamilyen módon megjelent, ennek az ábrázolását gyűjtöttük, és 15 ezer darab ábrázolást gyűjtöttünk össze és akkor még 30-40 művészt megkértem, hogy ők még rajzoljanak nekik, mi jut eszünk be a koronáról, és elképesztően gyönyörű álmok jelentek meg. És akkor megcsináltuk ezt a könyvet, amit kiadtak a minden centenára idején, a könyv teljesen elérhetetlen, 3200 példányban jelent meg, és két hét alatt levélbe 1790-en rendelték meg. Rájöttünk arra, hogy a világon egyetlen egy olyan nép van, akinek az összes királyát ugyanabban a koronával koronázták. Példátlan. Két komoly eredményem van, személy szerinti eredményem, amikor az egyik a Magyar Kultúra Napjának a bevezetése, a másik az NKO létrehozása. Én voltam az első elnöke hét hónapig, a nyugdíjazásom ideig, és aztán változott, a kormányváltás volt utána. A törvény perambulumában az van, hogy az NKO-nak azokat a művészeti tevékenységeket kell támogatni, amelyek egyébként nélküle nem jönnének létre. Az elmúlt 21 évnek az egyetlen olyan intézménye és teljesítménye, amelyiknek a létét nem kérdezték meg, legfeljebb a módszereit. Az államtitkársággal összeférhetetlen volt a tervezői tevékenység, hiszen egy csomó olyan lét, kulturális létesítményben én voltam a, a felügyelő, sőt a kinevező is, amiben korábban csak a tervezési megbízásokat kaptam, tehát ezek lecsengtek. Ennek az utolsó eh, három momentum a három református templom volt, Finta József fel a Szászalombatai református templom, itt Budapesten a Böszörményi úton a református templom és a Limanova -téri zuglóban. Előtte a legszebb tervezési munkám, ez a Néprajzi Múzeumnak a mai is álló hatalmas 14 teremre tervezett 2000 négyzetméteres magyar népészeti kiállítás. 2002-ben a Vigadó Galériának a három nagy helységébe, földszint és emeleti helységeibe én 70 éves koromban becsülettel beszámoltam arról, hogy mint belső mit csináltam. Aggódom, hogy, hogy az új technikák el fogják sodorni ezt a dolgot, de én nem tartom olyan tragikusnak, hogy egy belső életműve eltűnik. A beszélgető könyvek ezek érdekesek, mert amikor én az akadémiára bekerültem, akkor varázslatos inspirációk értek. Tehát az akadémián elkezdtem azoknak, abban a 8-10 szakmának a országos kiválóságaival szerdánként érintkezni, akikkel egyébként soha nem találkoztam volna. Ezeken az akadémiai találkozókon ezek a nagy hírességek olyan történeteket mondanak el a saját életükről, amit egyébként soha, amit rádióban, televízióban nem lehet hallani, és akkor az a rögeszmém támad, hogy kiszúrok, három kötetben háromszor 16 olyan közvetlen új vagy régi ismerősömet, akit arról fogok megfaggatni, hogy mondja el az életéből a fontosabb eseményeket úgy, amit még másnak nem mondott el. Ezt a Kairos kiadta ezt a három kötetet, de hát kisgyerekkorom óta verseltem, és abszolút nem tartom magamat költőnek, de hogyha ilyen inspirációim voltak, leírtam, és jelent meg verses kötetem a legfontosabb könyvem nagy valószínűséggel a bátorító, mert akkor is, most is, és szerintem minden időben, az időbe visszafelé és az időbe előre borzasztó nagy szükség van az embereknek a bátorításra. Ezen kívül minden nagy kiállításának természetesen van, és volt olyan katalógusa, amiben számot próbálok adni arról, hogy ha, ha kaptam valamivel, tehetséget, hogy akkor én hogy tudok abal elszámolni. Amikor számot vetettem avval, hogy az akadémiai elnökségi hivatali élet az egy eszelős 8-10 órás permanencia, szellemi permanencia, millió tárgyalással és millió háttértárgyalással, az utóbbi a nehéz igazán benne, akkor rájöttem, hogy az lehetetlen, hogy én a kézműves tevékenységemet feladjam ebben az időszakban, mert az egész testi szellemi frissességem abból adódik, hogy három négyféle munkát végzek egy nap. Tehát, hogy ápolom a kertemet, falazom a kéményemet, írom a verseimet, eszéimet, könyveimet, végzem a hivatali munkámat, vezetem az autómat, utazok, tanítok, előadásokat tartok, ettől élek. Ha nekem egyetlen tennivalóra be kéne koncentrálni az életemet, abban belehalnék. Nyugodtan mondhatom. Művészeti Akadémia minden kultúrállamban van Európában. Magyarországon nem volt. A rendszerváltás utáni azonnali pillanatokban, persze ez metafora, két akadémia alakult. Az egyik a Tudományos Akadémia társult intézményeként, másodikat a Makovec címére alapította. Makovec halála előtt már kiderült, hogy a művészeti, vagy a tudományos és művészeti akadémiák európai vagy világ sorába köztestületként lehet beépülni, és ezért 2011-ben törvény született a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi helyzetének a megalakításának a szükségességéről, Előtte én már ügyvezető elnöke voltam az Egyesületi Akadémiának, közben Makavegy Szimra meghalt, és élettem az elnök. Volt egy áttekintésem erről a dologról. Én ezt egy fényes hőskorának tekintem a magyar kultúra történetének, mert az akadémia minden ellenkező politikai és nem politikai híreszteléssel szemben semleges, értékközpontú és nemzeti. Azóta eltelt 5 és 3 negyed esztendő, miután nekem kétszer három éves akadémiai elnöki státusom van, és ez két hónapúval lejár. Ez annyit jelent, hogy ennek a hőskornak van egy földgyorsított tevékenységi köre. A Vigadónak a rekonstrukció folytán a kormány a műszert Akadémia számára adta a Vigadó épületet. A Vigadó épület építészeti, belső építészeti áttervezésébe már részt vettünk, én magam is részt vettem konzulensként, és így az akadémiának létrejött egy bejegyzett székháza, amiben azonban nincs iroda. A Mati téri üvegépületbe bérelünk három emeletet, és egy körülbelül 90 fős apparátus dolgozik a különböző osztályaival, főosztályaival és különböző területeivel. Annak a magyar művészetnek is itt főképpen képzőművészetről, iparművészetről, népművészetről, fotoművészetről van szó. Igazi, éves, bemutatkozó megmérettetése nincs és ekkor alakult ki a rendszer a nemzeti szalonoknak. Az öt művészeti ág öt évenként bemutatkozik. A műcsarnok teljes területén, ugye 11 néhány teremben, 3500 négyzetméteren, és a szakmának egy olyan objektív bemutatkozása történik most a negyedik évben, az idén az iparönszer területén, hogy egy ilyen tólig felsorolása van, jelentkezése van a szakmáknak ehhez kapta meg a Művészeti Akadémia első intézményeként a műcsarnokot. A jövő évben az élő népművészetnek a nemzeti szalonja lesz, amint párját kita a világon nincs. Nem létezik, hiszen ilyen intenzitású élő népművészet sincs. A műcsarnok megkapása után fölmerült az, hogy nincs olyan folyirata, művészeti folyirata Magyarországnak, amely kifejezetten csak elméleti kérdésekkel foglalkozik. Ekkor a Magyar címen megalapítottuk a folyiratunkat, a periódikánkat, amit Kulik Ferenc negyedik éve csinálom már. Fölvetődött az is szinte azonnal, hogy művészeti elmélettel és művészeti szakorodalommal nem csak egy folyiratnak kell foglalkozni, hanem kell lenni egy olyan tudományos intézetnek, amely áttekinti, hogy ebbe a 10-12 különböző művészeti ágba kik dolgoznak, tehát egy kataszterre van szükség, mert ez nincs Magyarországon. Erre alakult meg a Művészet Elméleti Kutatóintézet. Ehhez egy műemléket kaptunk a kormánytól, ami, ami hát formatbontó pozitivizmussal állított helyre egy csodálatos hildvillát a Budakeszi úton. Tavaly ősszel átadtuk ezt a művészetelméleti intézetet. Remekül működik. A Magyar Művészeti Akadémia kapta meg a kormánytól az építészeti múzeum problémájával való foglalkozást. Mi itt az akadémia alapítjuk meg a Magyar Építészeti Múzeumot. Ennek a helyét keressük. Ez az építészeti múzeum a különböző stíluskoroknak az enterőjöreit is bemutatja. Ebbe párját ritkító lesz, tehát egy összművészeti akadémia az építészeti múzeum ürügyén összművészeti múzeumot csinál. Ugye 8 plusz egy tagozatunk van, nyolc tagozatba foglalnak helyet az alkotó és előadó művészetek, és van egy művészet elméleti tagozat, ahol a különböző tagozatok szakíróiból áll egy ilyen kis eszmei csoportosulás. Ezeknek a tagozatoknak intenzív élete van, üléseket tartanak Magyarországon és külföldön, rendszeresen találkoznak, egymás akcióiban részt vesznek. Megkaptuk a újságíró szövetség korábbi székházát az András úton, egy másik eklektikus kis valótát, mellett egy három utcára néző területen pályázatot hirdettünk a tervezésére, aztán a kivitelezésére, folyik a hatalmas műemléki rekonstrukció, és a két épület közé egy szint tiszta üvegből egy harmadik épül, és ez lesz az az elosztó tér, amely elosztó térből a közönség folgar mész az irodaépületbe, és a, 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 művészeti élet a Bajza utcai szertetős épületbe foglal helyet. Ugye ez két olyan műemlék épület, amelyik világörökség területen van, nagyon szigorú, műemléki emléki előírásai vannak, tehát gyakorlatilag éri, utol magát a korábban nem létező művészeti akadémia, kialakul az infrastruktúrája, ebből pedig természetesen következik hogy a létszáma tekintetében is alakulni kell. 150 korábbi egyesületi állapotból igazolt akadémikusa volt 5 évvel ezelőtt az akadémiának, most 300 van, mivel a Tudományos Akadémiának is vannak külső tagjai, akik nem rendes vagy levelező tagok, hanem tulajdonképpen a szellemi holdudvarát jelentik a Tudományos Akadémiának. Mi is létrehoztuk a köztesületi tagságot. Így az akadémikusok rendes, levelező tag és köztesületi tagja egy 800 szős hatalmas testület, ami a érzésem szerint, amennyire ez lehetséges, a színe java van az alkotó és előadó művészetnek. Intenzívebb lett a külügyi munka, most kezdtük el azt a menetet, hogy különböző országok Tudományos és Művészeti Akadémiával szerződést kötöttünk, ilyet kötöttünk Lengyelországgal. A tavalyi évben Szlovéniával ezekkel ilyenkor kiállítási támogatásokat is adunk, hogy jobban megismerjük egymást. Felvidékről is, Kárpátaljáról is, Erdélyből is, a délvidékről is, Horvátországból, Szerviából és Szlovéniából is jócskán vannak tagjaink és bizonyos kihelyzetüléseink ott is szoktak lenni. Engem úgy könyveltek el fiatal korom óta, mint egy türemetlen hadakozó, belemenős embert az akadémiába teljesen megtagadtam. Ezt a saját természetemet kiúzanodtam, megpróbálok partnereket keresni minden dologhoz, nem csak a közvetlen környezetemből, a tennivalókat végző apparátusban remek kollégáim vannak, hát Kucsera Tamással az élenek egy fantasztikus vezető egyéniség, nagyszerű munkatársaink vannak profik. Ami egy nagyon, nagyon fontos dolog, mert vannak dolgok, amiket nem lehet a művészekre bízni. Ha Magyarországnak a van valutája, világképes valutája, ez a kultúrája. Engem a, a, a küzdelmek, a hadokozások és egy csomó minden inkább bátorít arra, hogy a dolgot csinálja, mint hogy elvegye a kedvemet tőle. De én könnyen beszélek, mert én hazamegyek a műtermembe, éjszaka nem alszom, csinálom a és ami, ami fájdalmam, keserűségem, vagy éppen örömöm és diadal érzetem van, azt a saját kitalált speciális műfajomba be, be tudom táplálni, és le tudom semlegesíteni az indulataimat. Úgyhogy abszolút módon kettős életet élek, és nagy gondot is okoz nekem, hogyha két és fél hónapom az akadémiai elnökségem elmúlik, hogy akkor a, a mozaik készítésnek ez a, ez a, ez, ez a boldogság érzete, hogy anyagokkal, eszközökkel bánnak, és társaim a teremtésbe ezek az anyagok, hogy hol van ennek a szellemi területi részen a kompenzációja, de nem féltem magamat. Meg fogom találni, mert akadémikus maradok. És ebbe az akadémiába amennyi ereje és amilyen teljesítő képessége van valakinek, azt itt leadhatja. Én a magam belsépítés szakmáját már nem művelem 25 éve, mert kiestem ebből a menetből. Én itt akarok maradni az akadémián szellemi társként, segíteni mindenkinek, amit esetleg a tapasztalatom alapján, nem biztos, hogy a képességeim alapján, a tapasztalattalim alapján jobban tudok esetleg másoknál. Azok a nemzetek nem csak boldogok, hanem, hanem előremutató életűek is, ahol van folyamatosság. Az egész magyar életnek, gazdasági életnek, szellemi életnek az egyik nagy tehertétele az, hogy mindig mindent állandóan újra kell kezdenie. Hogy nincs folytonosság. Ez az akadémia egy olyan szervezet lesz, ami 5-6-8 év múlva után kiforja magát, létrejön a teljes infrastruktúrális hálózata, létrejönnek a konkrét, végleges tagjai, részt vesz a nemzetművésze megnevezéseiben, részt vesz a koronatanásba, a Fesztiváltanásba, és a, a, az NKO kuratóriumban, és rengeteg minden olyan helyen, ahol lesz a szellemi potenciált hasznosítani kell, akkor azok, akik 5 év múlva, 10 év múlva a Magyar Művészeti Akadémia tagjai lehetnek. Kihúzhatják magukat, és büszkék lehetnek nemcsak a magyarságukra, a nyelvükre, hanem a, a, a legfontosabb és elsőrendű szellemi intézményükre, a Magyar Művészeti Akadémiára is, az ottani tagságukra. körülbelül 15 éve készítek mozaikokat, mozaik kollázsokat, mert mozaik az alap, és ebben idegen tárgyak, a szívemhez közel álló, de idegen anyagokból készült tárgyak vannak. Ugye készül ez egy olyan házban, ami 50 évvel ezelőtt épült, egy domboldalon, és azóta fantasztikus fák vannak, és ezekkel a fákkal én fantasztikus közelségbe kerültem lelkileg. Nagyon szeretem a fákat. A mozaikaimat kb. 80 fajta fából készítem a fa Afrikából, Dél-Amerikából hozzák ezeket a fákat, és én párbeszédben vagyok a fával. Ez már majdnem egy mániákus dolog, megmondom őszintén. Abból adódott, hogy az ipari főiskolára jártam akkor ott, amikor nagyon komoly képzőnszeti alapképzés is volt, és ott engem Borsos Miklóstól Ferenci Noémirig arra tanítottak, hogy az anyag nem holt. A fának mindenütt a, a külső lakkozott fényes de legyalult felületét használják, még az interziakészítők is. Én pedig a fának a belsejét használom, kifordítom gyakorlatilag. A fát befűrészelem, kifordítom, és a törés felülete van kívül, és ott elkezdenek beszélni a fák. Arra a különleges dologra jöttem rá az utóbbi években, hogy egyik mozaik csinálja a másikat hogy miközben egy mozaiknak megrajzolom a kartonyát, megszerzem hozzá az anyagokat, gépileg előmunkálom, és elkezdem a szolgai munkáját, a kirakását megcsinálni, már a második, harmadik mozaik van a képzeletemben, és már annak is elkezdem gyűjteni az anyagát. Na most ez annyit jelent, hogy ez a munka végtelen. Ez a munka végtelen, ezt a munkát az ember a haláláig képes lesz csinálni. Én nagyon remélem, hogy még elég sokáig, bár nem félek a haláltól, Ugye fölmerül az, hogy ezt kell -e csinálni. Magamban mindig ilyenkor eszembe jut a Prinszki Jánossal való számomra az életemet meghatározó beszélgetésem 1981-ben egy kórházba, ahol a Prinszki azt mondta, hogy nem kell törődni, hogy amit csinálsz, mit mondanak róla, kinek tetszik, kinek nem tetszik, mi a kritika róla, mit írnak róla, közlik -e. az a fontos, hogy megcsináltad, ha kaptál -e a teremtőtől egy intést arra nézve, hogy mire vagy te méretezve, szellemileg mire vagy méretezve, vagy éppen a kézügyességet mire van méretezve, műveket meg kell csinálni, ki kell ürülni halálodig, ami benned van, azt teljesíteni kell, és ugyanolyan üresen kell elmenni egyszer a túlvilágra a halálba, mint amilyen üresen megszülettél. Kiállításomnak a címe, ami hát a beszélgetésünk után várhatóan néhány nap múlva nyílik majd a Vigadóba, aminek az a címe, hogy 85 plusz 85, ami annyit jelent, hogy egy 85 éves ember 85 művet hoz köszemlére, hogy, hogy, az emberek szellemi birtokolják. Az én mozaikvilágomnak, világomnak, világomnak a körülbelül egyharmada családi tulajdonban van. Nem adok el Egyetlen művet sem, az a nagy ért, hogy az Allegerszéksei Múzeum fogadja az egész életművemet, a belsépítészet is, az irodalmit is, a televízióst is, az egyetemi tanárit is, bár 18 könyvem van, és verses köteteim is vannak, de nem vagyok profi ebben a dologban, mert csak az érzéseimnek a, a mulhatatlanságát akartam bennük megrökíteni, bár belsőítés diplomám van, én iparvésznek. Érzem magam. Most is úgy dolgozom, hogy ha délbe vagy délután hazajövök, alszom négy órát, és éjszaka végzem el a műterembe csendesen azokat a munkákat, aminek semmilyen zaja nincs. Egyszer apám, aki református pap volt, és nekem itt a tanárom is volt, egyszer azt mondta nekünk itt a Norolat, hogy a gyerekek az életet nem árt megtervezni, de legjobban az öregséget kell megtervezni. Elég sokat foglalkozom komolyan és objektíven az öregséggel, és úgy tervezem meg az életemet, hogy senkinek a számára ne legyek terhes, de ami még bennem van, abból művek születhessenek meg. Tulajdonképpen nagyon boldog vagyok. meggyőződésem, hogy, hogy minden ember, aki a Földre teremtődött, valamilyen állapotában létezett a mindenségbe. Én ezt a 85 esztendőt, nem tudom, hogy mennyi lehet ehhez még hozzátenni, ami ma vagyok, ezt úgy tekintem, mint egy intervallumot a volt meg a lesz között, és, és, én gondolom, hogy ha az ember ugye az előbbi elmondottak alapján ugyanolyan üresen elmegy, mint ahogy megszületett, akkor ebben a mindenségben valami módon visszaintegrálódik ha a védkeink megbocsátatnak, akkor az ember tovább él a mindenségben, hogy milyen módon nem is foglalkoztat. Egyik éjszaka azon gondolkodtam, hogy a, a Dominik meg a Bálint nevű két kis dédunakám, ha annyi idős lesz, mint én, akkor a naptárban az lesz, hogy 2100. Hát, nagy hipotézis az, hogy mi lesz 2100-ban az emberiséggel, de hogyha néhány mozaikot ők megőriznek, és a családi emlékek, történetek, szoprocskák, relikviák, tárgyak, valamilyen módon visszaidézik azt az időt, amikor én éltem, és ezeket a mozaikokat létrehoztam, hát ha segít nekik a nehézségek áthidalásába, mint hogy nagyon segítenek nekem azok a momentumok, amik az én szerbszáborozású, nagyapámról és az erdélyi származású, Ükapámról, valamilyen kompozícióban benne vannak, mert a múltnak borzasztó nagy ereje van ahhoz, hogy az embert jelent elviselje, és hogy a jövővel is foglalkozik, mint pozitívummal.